Kedves nézőink, képzeletbeli buszunkra felszállunk, első állomásunk mindjárt Szorgalmatos. Itt vagyunk Szorgalmatos Felség területén, Felségvizén. Nagy szeretettel köszöntöm Takács Pálné polgármesterasszonyt. Piroska, mivel készültetek, hogyan készültetek erre a mai napra? Köszönjük szépen! Szorgalmatos a legfiatalabb települése a járásnak, és a legkisebb települése is, de ettől függetlenül a lelkesedésünk annál nagyobb. Nagyon készültünk erre a második járási gasztropiknikre. Az asszonyaink egy hete készülnek, találgatják, hogy mivel tudják meglepni itt a járás embereit, lakosait, és hogy tudják a hagyományokat újra bemutatni. A mákos babájtkától a lepcsákig, a palacsintáig mindent fogunk készíteni az itt lévőknek, a piknikezőknek. Lángosból kenyérlángos, krumplilángos is készül. Hoztunk a finom bodzalekvárunkból, megylekvárunkból is az embereknek, hogy kóstolják meg. Mennyire kellett invitálni itt a szorgalmatosiakat, hogy jöjjenek el és ténykedjenek, mutassák meg magukat? Szorgalmatosan mindig nagy volt az összefogás, és szeretnek az emberek együtt lenni, együtt tölteni az időt. Ez egy nagy lelki gazdagság nekünk, és ez viszi előre a dolgokat végső soron, hogy közösen szeretünk ténykedni, és együtt többet tudunk elérni, mint külön-külön az emberek. Ez meglátszik a településen is, hiszen az elmúlt 12 évben nagyon sokat fejlődtünk, az elmúlt 4 évben is. Szorgalmatos utcái mind aszfaltosak, szennyvízvezetékkel rendelkezünk, iskolát, óvodát, éttermet építettünk, szociális konyhát építettünk, napelemmel működtetjük, vagy napelemmel termeljük az energiát, a melegvizet napkollektorral állítjuk elő. Most legutoljára nyáron komposztládákat osztottunk a településen, hiszen a képviselőtestületünk elkötelezett híve a környezetvédelemnek, és többször tartottunk már környezetszemléletre nevelő előadásokat. Környezet tudatosan szeretnénk, hogyha élne egész Szorgalmatos, épp ezért már a virágföldöt, a humuszt is komposztládákba fogjuk előállítani. Ez is egy pályázat keretében valósul meg. Az új orvosi rendelünk most épül, amely szintén energiatakarékos, hiszen aktív szigeteléssel épül. Ez egy új találmány, télen fűt, nyáron hűt, és hőcserélős szivattyúval, a levegőcsere hőcserélő szivattyúval fog működni. Így nem lesz energiaköltség az új orvosi rendelünknek. Meg szabad kérdezni, hogy mi a titka annak, hogy így fejlődik Szorgalmatos? Ilyen sok pályázatot adtok be, és ilyen sokat nyertek? Végül is az összefogásnak, és a tenni akarásnak. Kicsik vagyunk, de szeretnénk fejlődni.
Úgy hallottam, állítólag az 5-ös metró a nyugati pályaudvartól szorgalmatosig tart majd. Ha így hallod szorgalmatos, akkor tréfát félretéve, a mai nap folyamán mi az, amit még terveztek, hogy minél jobban érezze magát ez a kis csapat, aki itt van? Végül is mi a főzéssel, a vendéglátással készültünk a mai nap, de nagyon lelkesek az asszonyaink. Kívánunk nektek jó szórakozást, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Tovább menve képzeletbeli buszunkkal megérkeztünk Tiszelőkre. Beszélgető társam Gömze Sándor polgármester úr, úgy látom már most feketébe öltöztél, hiszen délután lesz a Tiszelők-Tisza-Vasvári labdarúgó mérkőzés, és te már valamit tudsz. Nem, úgy gondoltam, hogy ennek a rendezvénynek adom meg a tiszteletet. Én délután rózsaszínbe fogok, az nem jó szín, világosabbba fogok öltözni. És szerintem te fogsz váltani át sötét ruhára. Már a végeredmény miatt. Így van, természetesen. Na, komolyra fordítva a szót, itt vagyunk most a Tiszelőki sátor előtt. Hogyan készültetek? Mögött vagyunk, igen, pontosítok. Hogyan készült a Tiszelőki csapat erre a mai napra? Bár honnan tudnád? Nem tudom, én csak úgy jöttem. Hát komolyra fordítva, itt hátul a felnőttek főznek, sütnek, mindent, ami szemszájnak ingere. Azt hiszem gombás lángos és káposztás lángos lesz a versenyétel. Illetve még valamit ott kotyvasztanak, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén, majd kiderül. A gyerekek pedig majd a színpadon két műsort adnak elő, a legnagyobb mazsoretteseink fognak táncolni, illetve az általános iskolás kisebb korosztály pedig egy lakodalmast fog előadni. És akkor tényleg teljesen komolyra fordítva a szót, ugye az eltelt első járási gasztronpiknik óta hogyan fejlődött Tiszelők, mi az, amivel büszkélkedhettek? A 4-es metrót még nem tudtuk átadni. Jó, most akkor kérdés komoly volt. Tehát az első gasztropiknik óta ugye átadásra került részben az egészségügyi központ. Nagyon sokan próbálkoznak kötekedni, hogy hát hányszor fogjuk átadni. Nem, egyszer fogjuk átadni. November 1-től indul a szakorvosi rendelés. Pont tegnap volt egy igen komoly átfogó egyeztető megbeszélésünk a GMC-vel, az ANTS-szel és a megyei kórházzal. Semmi akadálya nincs, hogy november 1-től az a 6 hónapos próba projekttel induljon. És akkor a szakorvoslásnak egy kísérletét fogjuk itt megélni együtt. Reméljük, hogy folytatása is lesz. Aztán elkezdődött a szennyvízberuházásnak a második és törzsterületünkön befejező üteme. Nagyon jól haladnak a munkálatok. Egy picit megcsúszott a tisztítónak az építése, de szép lassan utolérik most már magukat a kivitelezők. És ha minden igaz, akkor november, legkésőbb november közepére a próbaüzem is elindul. És nagyon-nagyon jó hírem a lakosságnak az, hogy a megtakarításaikat most már kivehetik az OTP-ből, tehát hozzáférhetnek a pénzükhöz, magyarul egy forintjukban nem fog kerülni a szennyvízberuházás Tiszalökön. Ezen kívül van egy-két folyamatban lévő projektünk, és nem csak önkormányzatiról beszélek, hiszen a tiszalöki vállalkozók is, kis vállalkozók nagyon sok fejlesztést folytatnak, illetve nyertek el. Az ipari park területén jövő héten kezdődik el az ipari park Kft.-nek a csarnok építése, illetve hamarosan elkezdődik a közbeszereztetése az idősek gondozó központjának a felújításának. Ugye még csak most múlt el a nyár, beszélgessünk arról, hogy Tiszelőkön hogyan sikerült, milyen volt a turisztika szempontjából, az idegenforgalom szempontjából? Hát én úgy éltem meg, mint aki élvezte a Tisza
és környezetét, bár horgászni többet szerettem volna, viszont annak nagyon örülök, hogy amiben a beruházók, a fejlesztő partnerek voltak, és közösen megtaláltuk a hangot egymással, a strand és ennek a környékének a fejlesztése, erről beszélünk elsősorban, azt gondolom. Annyit tudok mondani, ezt a tájékoztatást kaptam, hogy a tavalyi év 5700 vendégével szemben ebben az évben a strand és kalandparkban 16800 vendég volt. Az időjárás az igazából nem kedvezett, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy nagyon jó szezon volt, és tudni kell, hogy a fejlesztésnek még nincs vége. Ugye nagyjából két éve van a beruházónak, úgyhogy az ősz és a tavasz gondolom erre fog fordítódni. A horgász szezon az egy kicsit sovány volt, de majd a szeptember vége, október eleje az még jó lehet. Tényleg a vikendelek, hogy megy nektek az a kinti rész, az erőmű rész? Mennyire nagy a látogatottság, milyen sokan járnak így nyaranta a vikendházakban? Én igazából azt nem tudom megmondani. Tehát nyilvánvaló, hogy ott 1960-as évektől találhatók tulajdonosok, illetve azok gyermekei, sőt unokái, tehát átalakulóban vannak a hétvégi szokások is. Én szerintem a nyári szezonban vannak olyan hétvégék, amikor az 5700 tiszalökiből hirtelenjében ezekkel a vendégekkel kb. 11000 főre növekszik a lakosság szám. Élénk az élet, egy kicsit a szokások megváltoztak kint. Tehát mindenki hozza a Tesco-s zsugoros sört, hozza az előre elkészített sütnivaló húst. Tehát nincs már az a közösségi élet, hogy na menjünk az étterembe, mert nincs működő étterem jelenleg. Beszélgetésünk kapcsán többször szóba került ez a Tiszalök-Tiszavasvári vagy Tiszavasvári-Tiszalök labdarúgó mérkőzés, és azt is mondtuk már, hogy gyakorta szoktunk fogadni erre. Azt hiszem, hogy a maira nem kell, hiszen László Zoli elmondta, hogy csak ki tud állni a tiszalöki csapat, mert adtunk kölcsön nektek mezt. Én úgy tudom, hogy azt a mezt adtátok vissza, amit tavaly előtt elvittetek tőlünk, és nem szóltatok, hogy elvittétek. Tehát azt kaptuk most vissza én szerintem. Polgármester úr, utoljára egy gyors tipp a délutáni meccsre. 2-1 Tiszalök javára. Köszönöm szépen, hajrá Vasvári! Hajrá Tiszalök! Tiszelőköt elhagyva képzeletbeli buszunkkal megérkeztünk Tiszadadára,
Köszöntöm Mizsás Zsolt polgármester urat. Polgármester úr, a mai napra mivel készültetek? Mi volt a színpadon, illetve itt a mögöttünk látható Tiszadada felség területén? Mi az, amivel a szorkoskezű asszonyok készülődnek? Hát nekem köszönöm szépen. Nekem nagy szerencsém van, hogy Tiszadada településen van egy kis bíró, akit most is lehet hallani, hogy folyamatosan reklámozza a települést, és óvodás gyerekek fellépésével kezdtük. Aztán volt a furuja, és a fő produkció ugye a gyerekek voltak, de azt gondolom, hogy a kisbíró is hozzájárult ahhoz, hogy színvonalasan be tudjuk mutatni a települést, és a kipakolásunk során ugye krumplilángossal rukkoltunk elő, valamint töltött káposztát. Helyben készül, vagy úgy hoztátok? Az alapanyagokat hoztuk, azért elő volt készülve, de itt helybe készül természetesen. Itt összekeverjük és helybe sütjük meg, és áruljuk az embereknek, adjuk az embereknek. Valamint tiszadadai helyben készült tésztával is kipakoltunk, meg ilyen kézműves dolgokkal, korongozással, ezzel azzal szeretnénk a gyerekeknek kedveskedni. Térjünk már vissza erre a tiszadadai házi készítésű tésztára, mert úgy látom, tehát nem csak azt, hogy otthon az asszonyok begyúrták és elhozták, hanem be van zacskózva, fel van címkézve. Netán iparszerűen foglalkoztok, vagy foglalkoznak vele? Igen, hál' Istennek Magyarországon egyedülállóan a közmunkaprogramban sikerült megpályáznunk egy tésztaüzemet, és az ipari mennyiségbe tudjuk a tésztát előállítani, és 19 ember dolgozik a tésztaüzemben. Hál' Istennek nagyon nagy keletje van, és nagyon-nagyon szeretik a, mondhatom azt, hogy most már a környékbeli emberek, hisz nagyon sok helyre betettük a lábunkat, boltokba, önkormányzati konyhákra szállítunk, úgyhogy 19 embert tudunk ezáltal foglalkoztatni, és én azt gondolom, hogy ezáltal a közmunkaprogramnak is értelmet tudunk adni, és értelmes munkát tudunk adni az embereknek a településen. Nagyon jó kezdeményezés, mennyire tényleg igazi házi tészta? Meg gondolok arra, hogy a boltban nagyon sok olyan van, hogy tojásai, tojáspor van benne, meg ki tudja még micsoda, viszont a tiétek, ez itt a reklámhely. Hát ez teljesen kézi, és teljesen tojásból készül. Akkor ez azért is jó, mert például a Tiszadadán tojásokat fel tudjátok használni, nem? Hát gyakorlatilag igen, ott is fel tudjuk vásárolni. Valamint a csigatészta is 10 tojásból készül, és tojásból. Amikor jártunk a tészta üzemeket, néztük, hogy még hogy működik, akkor meglepődtek, hogy hát már tojásból nem szoktak tésztát csinálni, hát tojásporból vagy tojáshitalt tegyünk bele, tehát mondtuk, hogy mi nem szeretnénk, tehát mi egészséges tésztát szeretnénk előállítani, és hál' Istennek ebbe az irányba mentünk el, és szeretik az emberek, és veszik. És itt a most a kirakodáson is lehet vásárolni belőle. Akkor gondolom a Mizsel család vasárnapi asztalán biztos, hogy nem boltba vásárolt tésztából készült húsleves. Csak házi csigát használunk, és gyakorlatilag nem tudnak annyit készíteni az asszonyok, kézi csigát, amit ne tudnánk eladni. Még mindig maradjunk a reklámnál, jó, hiszen nagyon, nagyon dicséretes dolog, amit csináltok. Ha valaki most felkapná a fejét, hogy hello, hát tiszadadai házi tészta, hol tudják megvásárolni? Hát gyakorlatilag magába az üzemben is lehet vásárolni, valamint Tiszadadán piacnapokon a piac téren is áruljuk a tésztánkat. Tiszavasváriba több boltba lehet már kapni, meg a környékbeli településeken is boltokban meg lehet vásárolni. Akkor most nézzük Tiszadada települését. Itt most lehet dicsekedni egy kicsit a fejlődés szempontjából. Hát hál' Istennek van mivel dicsekedni. Tehát a település, amikor átvettem az irányítását, akkor el kellett dönteni, hogy milyen irányba megyünk, hisz a település nem volt eladósodva, viszont tartalékaink már nem voltak. Tehát abba az irányba mentünk, hogy hitelfelvétel nélkül ezt a előttünk álló 4 évet nem tudjuk véghez vinni, ezért sajnos negatív lépéseket is meg kellett tenni a lakosság irányába, de elindultunk az önfenntartó település irányába. Van az önkormányzatnak 33 hektár szántóföldje, 110 hektár legelője, ez a szántóföld az ki volt adva bérbe a gazdáknak, azt visszavettük, és elkezdtünk rajta gazdálkodni, és büszkén mondhatom, hogy
ez nagyon jó irányba vitte el a települést, hisz a közmunkaprogram keretén belül 35 embert tudunk foglalkoztatni, tehát gyakorlatilag 35 embernek tudunk értelmes munkát adni, és 35 családot lát el maga a közmunka, valamint amit megtermelünk, azt az üzemi konyhán értékesítjük, a felesleget pedig a lakosságnak nyomott áron, vagy ilyen nagyon kedvezményes áron el tudjuk adni. Most azt mondom, hogy volt 2 hektár krumplink, amit most ástunk fel, ez körülbelül, pontosan még nem tudom, de közel 500 mázsa burgonyánk termett rajta. Itt jövő évre eltesszük az ültetnivaló burgonyát, ami az önkormányzatnak kell, azt betároljuk, a többit pedig 50 forintos kilonkénti áron most értékesítjük a lakosságnak, ugyanígy a mákot, csak egy példát mondok, 1200 forintért adjuk máknak kilóját. Ami a boltban mennyi? A boltban 2200 forint, tehát majdnem 50%-kal adjuk a tiszadadai embereknek olcsóbban, de sorolhatnám, tehát van egy 750 négyzetméteres fólia sátrunk is, abba is, amit megtermelünk, azt is értékesítjük a lakosság irányába is, valamint ugye az önfenntartó településen túl elindultunk az energiaracionalizáció irányába. Ezen azt értem, hogy szeretnénk az elektromos áramot és a gázt kiváltani minden intézményből. Jelen pillanatban két intézményünkbe, az óvodába és a polgármesteri hivatalba napelemmel állítjuk elő az áramot, tehát mondhatom nyugodt szíve, hogy az elmúlt évben az óvodának 1000 forint volt az éves villanyszámla fogyasztása, valamint két intézménye sikerült biomassa kazánokat beállítani. Ez azt jelenti, hogy faaprítékkal tüzelünk, és ott is az elmúlt évben az idősek otthonába 3 millió forintot takarítottunk meg, és így sikerült elérni azt, hogy az elmúlt évben az önkormányzatnak közel 50 millió forint tartaléka volt, és én 8 millió forinttal vettem át. Ha ezt tudom a beszélgetésünk elején, akkor mondhattam, hogy kedves nézőink, most egy több felvonásos részt láthatnak Tiszadada életéből, első rész, második rész, harmadik rész, fejlődésből. Polgármester úr, kicsit a jövőbe tekintve, ha belegondolsz, akkor ráncos lesz a homlokod, vagy mosolyra fakad a szád? Hát én azt gondolom, hogy én mindent elkövettem annak érdekében, hogy a település a legjobb irányba vigyem el. Én személy szerint úgy érzem, hogy ez sikerült. Természetesen ugye a választások közelettével ezt majd a lakosság eldönti, hogy az ő megelégedésükre történt-e az én munkám, és én bízom benne, hogy értékelni fogják azt, hogy mindent megtettem a településért, minden lehetőséget kihasználtam, és újra bizalmat fognak nekem szavazni az elkövetkező ciklusra is. Ezek után mit mondhatnék? Sok sikert! Köszönöm szépen, úgy legyen!
Tiszadadáról a buszra ülünk, igazán nem kell sokat menni, hiszen néhány kilométer is megérkeztünk Tiszadobra. Nagy tisztelettel köszöntöm Bány György polgármester urat. Polgármester úr, hogyan készültek a mai napra, és mennyire büszkélkednek ezzel a hatalmas nagy udvarral, hiszen itt a körbenézünk, a Tiszadobi a legjelentősebb. Hát az igazság az, hogy az utóbbi időben környékbeli hasonló rendezvényeken meg szoktunk jelenni, megjeleníteni településünket, és hát az utóbbi időben, nem is olyan régen, egy héttel ezelőtt tiszaújvárosi halfőző versenyen rendtünk meg ugyanezzel az udvarral. Bár az udvar mérete egy kicsit kisebb volt, mert kevesebben vettünk részt ezen a rendezvényen. Most ide elhoztuk a második gasztropiknikre ezt az udvart. Hát az udvaron sok mindent található. Megtalálható az asszonyainak a hímzései, megtalálhatók azok a termékek, amit tulajdonképpen a Tiszadobi önkormányzati farmon termelünk, saját konyhánkon előállítunk, befőzünk, és hát ebbe bizonyos értelemben betekintést nyújtunk a településünk életében. Közmunka program keretében megy, amit említett, ez a befőzés és hasonló munka, vagy pedig ugye a város szorgalmából kifolyólag? Hát gyakorlatilag összetett a dolog, mert 3 évvel ezelőtt megindult a Start közmunka mintaprogram. Ezen belül mi elindítottunk egy mezőgazdasági mintaprogramot. A mezőgazdasági mintaprogram keretében termelést folytatunk egy 10,4 hektár földön. Egy héttel ezelőtt adtuk át az önkormányzati farmot. Ezen a farmon biobaromfi tartásunk van, tojástermelésünk van, sertéseket hízlalunk, mindent a konyha ellátására. És hát gyakorlatilag van egy vásárolt és saját tulajdonú szilvásunk, amiben termelést folytatunk, vagy ahol termelést folytatunk, és tulajdonképpen ebből a szilvából készített befőttek itt pontosan Lekvár jelent meg a gasztropikniken. Ez az önkormányzati far nagyon fontos a település életében, hisz mindannyiunk számára meglehetősen szűkös a költségvetési keret, ami a falu fenntartására jut, ezért mi azzal próbáljuk ezt a költségvetési keretet bővíteni, hogy mindegy 14 millió 300 ezer forint értékben már az idén termelünk különböző termelvényeket, sertéshúst, baromfihúst, tojást, zöldségféléket, konzerválunk anyagokat, és hát örömre szolgál, hogy a nyugdíjas tiszadobiak, akik már nem bírnak a kerttel, és nem tudják a kerteket művelni, ezek a kerteket az önkormányzat hatáskörébe adják, és mi elsősorban a belső szükségletre, konyhaszükségletre, zöldségeket, burgonyát, egyebeket ezekbe a kertekbe termelünk meg. Amiket elmondott polgármester, az nagyrészt Tiszadobon marad, vagy pedig sikerül kitörni vele a település határain belül, vagy kívül? Hát én megmondom őszintén, hogy a járás települései nagyobb részben jó kooperációban vannak. Nekünk rendkívül jó kapcsolatunk van Tiszaesztárral, Tiszadadával. Oda-vissza történik a jó kapcsolat? Szorgalmatossal, oda-vissza, természetesen oda-vissza történik a jó kapcsolat. Úgynevezett őskori cserekereskedelmet folytatunk. Amiből nekünk van, mi viszünk, amiből nekik van, ők hoznak. És gyakorlatilag ezzel bővítjük elsősorban a saját konyháinknak a ellátását. Kifejezetten a közintézményekben marad ez? Abszolút a közintézményekben maradnak ezek az anyagok, termékek, és hát végső soron erre nem kell költeni. Polgármester, egy kicsit előre tekintünk a jövőbe. Vannak olyan elképzelések, amire úgy gondolja, hogy ez 6. haszagad, de véghez kell vinni? Hát ugye a legnagyobb dolog, amiben most benne vagyunk, ez év februárban kezdtük meg Tiszadobon a szennyvízberuházás. Korábban Tiszadobon nem volt szennyvízelvezetés. Gyakorlatilag ez a beruházás nettó értékben 1,3 milliárd forintba kerül. Ennek a beruházásból körülbelül 700 000 forintot már beépítettek a vállalkozók, gyakorlatilag még 800 millió forintot be kell építeni. Várhatólag befejeződik úgy 2015. júniusra ez a fejlesztés. Korábban pár hónappal ezelőtt adtunk át egy 153 millió forint értékű belvízelvezetési rendszert a településen, tehát a település azon részein, ahol egy kicsit vízérzékenyebb volt a település, ott burkolt csatornákat építettünk, tehát gyakorlatilag korábban ezt is megoldottuk. És amit említettem, ez az önkormányzati farm, azért ez 18,3 millió forint pályázati pénzből, és egy olyan 1,6 millió forint önkormányzati
hozzátételből valósult meg. Korábban beszélgettünk már arról, hogy ugye szépen felújult az Andrássy kastély. Jelent-e ez a Tiszadob életében bármiféle plusz jövedelmet is, vagy bevételt, gondolok itt a turisztikára, az idegenforgalomra? Az Andrássy kastély valóban felújult. Az Andrássy kastély felújult 2,2 milliárd forintért. Egy 350 millió forint értékben belekerültek azok a bútorok, amik tulajdonképpen a kastélynak a történelmiségét, a műemlék jellegét, egyáltalán a múltját visszahozzák. Pillanatnyilag az utolsó simítások történnek a kastély területen, mert ugye sokan úgy vannak, hogy kész a kastély, miért nem lehet látogatni. Gyakorlatilag egy ilyen látogató komplexum azért más infrastruktúrális beruházásokat is igényel, amit nem a kastélyn belül valósítanak meg. Itt elsősorban ugye állami pénzből és állami finanszírozással, hanem a kastély parkjában, illetve a kastély környezetében valósítanak meg vízes blokkokat, egyebeket. Tehát még most fejezik be, vagy most fejeződik be a szabadtéri színpadnak a megteremtése. Tehát gyakorlatilag van még mit csinálni. Egy darabig nyitott volt a kastély, látogatható volt, de még most ezek a munkálatok bennem fejeződnek, a kastély nem látogatható. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy hónapon belül már látogathatóvá válik ez a kastély, és végső soron ez is Tiszadobnak a színfoltja lesz. Lassan dél, a tiszadobi udvar lakói mit fognak ebédelni? Hát ugye a sátor egy részében, hátam mögött jobbra, ott úgynevezett verseny ételeket készítenek, amit persze kóstolójeggyel kóstolhatnak az idegenek is, aki bejön a sátrunkba, kap egy kóstolót. A másik oldalon pedig, hát úgynevezett verseny nélküli, kétféle bográcsos készült. Ebből a két hatalmas üsből esznek a gyerekeink, akik részt vettek, tehát akik adták a műsort, ebből az üsből esznek, akik részt vettek a itteni dolgainak az összerakásában, és természetesen minden tiszadobi és minden vendég, aki ide bekerül. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó szórakozást kívánok! Szépen. Képzeletbeli utazásunk végére értünk, pontosabban visszakerültünk Tiszavasváriba. Dr. Hosszú József járáshivatal vezető úrral beszélgetünk. Hát ugye ez a járási gasztropiknik 2.0. Az első gasztropikniknek hogyan láttátok, mekkora volt a sikere, hogy valószínűleg azért jött létre a második is? Így van, köszöntöm a tévénézőket. Az első gasztropikniknek hatalmas sikere volt a város és a járás területén is. Nagyon sok olyan visszajelzés jött, amely inspirálta arra, hogy csináljuk meg még egyszer. Az időjárás kifogtuk szerencsére ismét, tehát megint jó időnk van. Úgy gondolom, hogy körbe kell nézni, már most, tehát 11:30 van, már most szinte tele van a strand, és ez még csak fokozódni fog. Nagyon, nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttek, meg is köszöntöm mindenkinek, hisz szükség van arra, hogy egy közösséget építsünk. Ne csak települési szinten, hanem ha már egy járás vagyunk, akkor legyünk itt a járás minden települése. Ez nagyjából meg is valósult, gyönyörű sátrak vannak, gyönyörű farmokat építettek, például Tiszadobé az egyszerűen lélegzetelállító, de bízunk benne, hogy jövőre már Tiszavasár is hasonlóval tud fellépni. Milyen volt a települések vezetőinek vagy képviselőinek a hozzáállása? Mennyire jöttek el szívesen most, ugye tanulva az elsőből? Senkinek nem kellett kétszer mondani, nem kellett rimánkodni senkinek. Akik tavasszal itt voltak, ők most is itt vannak. Kettőt leszámítva, de ezt már hogy inkább hagyjuk. Választások előtt vagyunk. Mennyire érzed azt, hogy bármiféle politikai hangulata lenne itt az egésznek? Én megkértem mindenkit, hogy a politikát hanyagoljuk. Én megtettem volna, hogy politikai rendezvényt csinálok bele, de nem csináltam. Tehát ha körbenézünk, semmiféle politikai jelkép vagy ilyesmi nincsen. Ez a szórakozásról szól, a kikapcsolódásról szól. A politikát azt hagyjuk meg a hétköznapokra. Ugye nagyjából már bográcsokból jönnek a kellemes illatok. Kóstolgattál már? Vagy benne vagy a zsűriben? Vagy hogy történik ez? A zsűrizést most én kihagyom, mert egyéb rendezvényre megyünk mindjárt. Még nem kóstoltam, mert sajnos időm az nem nagyon van. Családi rendezvényt is csak. Gyakorolja. Így van, hadd gyakorolja. Mondjál valamit? Nem mondasz? Na. Tehát nem volt még időm, de szakítunk rá időt, hogy megkóstoljuk a finomságot. Olyan kajákat csinálnak, amiről nem is hallottam. Tehát megint olyan dolgok, ami fantasztikus, ezt bízom benne. A nap pukkanása, az esemény végeztével a Neoton koncert lesz. Mennyi embert vártok? Van-e bármiféle előjelzés? Előjelzésük nincs, én bízom benne, hogy tele lesz a strand.
Na hát, mondjam azt, hogy jövőre gasztropiknik 3.0. Így van, bízom benne, hogy már nem az én szervezésembe. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.